Az évek során leginkább ebben a szerepkörben láthatta Szucsánszky Zitát és Elek Gábort a közönség. Egy ideje azonban Zizi csak a lelátóról figyeli a társakat. A májusi zárófordulós bajnoki volt az utolsó mérkőzése játékosként. Kapitányunk azzal a nem titkolt szándékkal szüneteltette pályafutását, mert gyermeket szeretett volna. Nos, hölgyeim és uraim, íme Zizi és Gábor nagy bejelentése. Most már úton van, úgyhogy megkaptuk az eredményeket is, egészséges és kisfiú. Amikor megtudtátok, hogy fiú lesz, néven gondolkodtatok már? Hát ugye elég sokat beszélgettünk róla, hogy mi legyen, de még a konszenzusos megállapodásig nem jutottunk el, tehát én itt azért tréfás neveket is földobtam, de Zizéről hallani nem akar. Nem úgy, értem még, még azért nem, erről nem mernék bátran nyilatkozni, hogy mi lesz a neve. A trónörökös leendő nevét tehát még nem tudjuk, de természetesen azért készülnek a szülői teendőkre. Hát, ugye nekem van egy elvem egyébként edzőként is, meg ugye alapvetően az életben, hogy tehát ami júliusban jön, az majd akkor foglalkozunk. Nyilván tehát azért tehát ez a gyermek érkezése, tehát ez egy azért elég készülhetekkel jár. Tehát, de ez is majd szerintem április-május környékén, amikor a babaszoba és az egyéb dolgok, tehát ez azért, hál' Istennek elég nagy baráti körrel rendelkezünk, és már mindent odahordtak, ami már nem kell, tehát a rokonság és a baráti kör otthon már mindent odahordott, úgyhogy lehet, hogy még a felét ki is kell dobni. Tehát ilyen problémánk nem lesz, azt már most látjuk. Nyilván tehát még egy szobát fel kell szabadítanunk és olyan állapotba hozni, amiben valóban egy újszülött megérkezhet. Felül nem jöhetne holnap is. Ezért úgy megoldanánk. Hát, a garázsba aludna. De hát legfeljebb, igen, a garázsba, de... Vagy én. Lehet inkább az. De szerintem ez így a Gabinak az energiáit nem veszi el egyáltalán, mert ez az én dolgom. Úgyhogy ezzel én is fogok foglalkozni, úgyhogy nagyon aranyosan tényleg a rokonok, barátok, volt csapattársak, mert mindenki mondta, hogy valaki ruhát, van, aki kiságyat, mindenféle van, úgyhogy ez majd tényleg majd ott szerintem egy ilyen egy-másfél hónappal majd előtte, majd akkor lesz kicsit rohannás, de megoldjuk. De hogyan várják lélekben a szülőséget? Hát igazából én kettőn túl vagyok, tehát nekem az első házasságomban van két nagyfiam, mert mind a kettő felnőtt, úgyhogy nyilván az emlékeket kell majd felidézni, hogy milyen volt és hogy volt. Én megmondom őszintén, én is várom azért, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy tehát azért fiatal apának nem vagyok mondható, de az, hogy türelembe, tehát nekem a két nagyfiam az nagyon-nagyon korán jött, és akkor tényleg akkor viszont nagyon-nagyon fiatal voltam, most meg ezt nem lehet elmondani, de nagyon kíváncsi vagyok igazából a különbségre, hogy ez milyen lesz. Én azt gondolom, hogy ezért jóval több türelmem lesz várhatóan, mint tehát 20 évesen. Igazából az Zizihez is elég sok türelmem van, úgyhogy valószínűleg a gyereket is. Zizinek ugyan még nincs szülői rutinja, de közel két évvel ezelőtt válsérülése miatt hosszabb kényszerpihenőn volt, így akkor már gyakorolhatta a hétköznapi otthoni teendőket, amelyek mellett most más elfoglaltságai is vannak. Már nagyon régóta készülök rá, vannak azért kétségeim, meg félelmeim, de hát azért majd nagyon szeretem a gyerekeket, úgyhogy nem gondolom, hogy ez probléma lesz. Igazából az utána levő időszak, a szülés után, hogy mikorra kerülök olyan formába, ami számomra is elfogadható, meg hát, hogy majd hogy bírjuk, mert azért vannak gyerekek, akik nagyon szépen nyugodtan végigalusszák egy idő után az éjszakát, van, aki fél éves kora, vagy egy éves koráig se, úgyhogy hát reméljük, hogy azért kis nyugodt baba lesz. Elkezdtem az edzőit, a TF-re járok, és hát azért nem könnyű, most van ugye pont vizsgaidőszak, és nem biztos, hogy mindenre 100%-kal fel tudok készülni, de próbálkozom. Úgyhogy igazából tanulok, eljárok edzeni, mert most már lehet, megengedték az orvosok is, hogy lehet edzeni vele, úgyhogy biciklizés, hát ugye a vállammal kell gyógytornázni,
Meg hát amúgy is ilyen kis erősítés, kis karbantartás. Zizinek és Gábornak a kézilabdáról szólt az eddigi élete, de vajon mennyire akarják tudatosan, hogy ez hatással legyen a kis jövevényre? Ebbe fog fölnőni, úgyhogy ha nem valószínű, hogy kézilabdás lesz, mert egyikünk se fogja oda ráncigálni a pályára, de hát ez biztos, hogy sportolni fog, meg egészségesen fog élni, úgyhogy ezt mindenképpen szeretnénk, meg hát fradista lesz, úgyhogy gond nem lehet. Hogy milyen sportot űz majd a gyermek, ha nagy lesz, most még talán nem is fontos. Ami igazán számít, jó egészséget kívánunk neki és szüleinek egyaránt. To chase the light, 'cause you're